Köszöntjük kedves nézőinket! Önök az Ábrahám hegy TV híradóját látják. Mai adásunk a Mikulás jegyében zajlik. A Nők a Balatonért Egyesület szervezésével Mikulás ünnepséget tartottak a művelődési házban. Nem, kizárt dolog, én félek a bohócoktól, én vagyok a télapó. Nézzetek, hogy milyen nagy pocakom van! Na! Nem vagyok bohóc. Elhiszitek, hogy én vagyok a télapó? Nem! És ha azt mondom, hogy ho, 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 ho. Na így már? Nem! Hát mi? Pedig piros csirigelő sapkám van. Na? A bohócoknak van piros csirigelő sapkája. Meg a télapónak, vagyis nekem. Na? Nem én vagyok a télapó. Nem. Hát most megborotválkoztam. Na? Megborotvált Mikulás, nem jó? Hát nem lehet titeket becsapni, na jó? Tényleg elárulom, én vagyok a bohóc. Nem, hanem az öreg boszorkány. Boszorkány? Boszorkány vagy a ne? Ja, vagy a bohóc. Na? Ja, én úgy hallottam, hogy jön hozzátok a télapó is. De viszont azt is hallottam, hogy nagyon sokan nem tudtok mikulásos énekeket. Igaz ez? Én is meg foglak titeket ajándékozni. Ha? Majd a Mikulás más tészta. Majd őtőle is kapsz, jó? Meg tőlem is fogtok kapni ajándékot, hogyha ügyesek lesztek. Na, tegye fel a kezét, aki tud varázsolni. Senki? Megtanítsalak titeket? Én tudok, nem? Na, megtanultok varázsolni? Mi kell a varázslathoz? Micsoda? Mi kell a varázslathoz, gyerekek? Varázspálca! Jaj! Jó! Jó! Ő itt mellettem tud varázsolni! Na, megnéztük a táskámat, előleg van benne varázspálca. Nem volt! Kellene nekem egy bátor anyuka, aki segít varázsolni, megmutatjuk, hogyan kell. Ki lesz az a bátor anyuka? Egy önként jelentkező anyuka. Hát pont anyuka formán van. Na! Nincs bátor anyuka? Te segítesz nekem? Nem vagy anyuka, de gyere, segíthetsz nekem. Tessék, odaadom a varázspálcát. Na, szóval neked az lesz... Micsoda? Hát mit csináltál? Hát ő hogy varázsolunk? Hát kiabáljatok neki, ébresztő! Ébresztő! Tök süket, mint én vagyok. Hangosan vagyok. Na. Ébresztő! Na, jó ez, tessék. Na szóval, neked az lesz a dolog. Segítetek? Igen! Nem! Segítetek? Igen! Jó! Akkor letakarjuk. A bácsi. Varázsige? Hát, na! Abra, ügyelek el a kendőt! Na nézzük meg, eltűntek? Nem tűntek el, itt vannak még. És tudod, miért nem tűntek el? Na. Mert nem mondta mindenki a varázsigét. Visszatesszük a kendőket. Mondja a varázsigét. Benne vannak? Benne. Na, megtanítalak titeket egy nagyon jó kis varázsigére. Én szeretem varázsigét.
úgy hangzik a varázsigénk, hogy csiribú, csiribá, hókusz, hókusz, rix, rax, prux. Háromig elszámolunk és elmondjuk együtt. Egy, négy, hét, három. Egy, kettő, három. Nem, nem. Egy, négy, hét, három. Csak tudok számolni, nagy hókusz. Rossz. Hát akkor hogy kezd? Így kell számolni? Igen! Be akartok csapni? Nem! Akkor elhiggyek? Na jó, akkor ti megtanítatok számolni, én megtanítom a parázsolni, jó? Na, akkor számoljuk? Hogyan vagy? Egy, kettő, három. Csiribú, csiribá, hókusz, hókusz, prix, rax, prux. Körözzék, koppintsál rá egyet. Eltűntek, ne szórakozz! Veszélyek! Húzd el a cipzát! Szerintem ott lesznek benne! Na, húzd el! Húzzad! Hát, ott sincs! Bejöttem! Hát, hol van? Várjál, Peti!
keresünk csomagokat. Tessék, várj! A Veszprémi lőtéren hagyományosan megtartották a Mikulás rallit.
Ábrahám hegyre idén a Mikulás tűzoltó autóval érkezett. Eltévedtünk. Ezért kellett volna a rénszarvasainkban jönni. Jaj, az Isten hozott benne, hogy mindenki ne hallott. Csak ne a zöld erdőben, mondd el, fiam. Valami locsolóvács is megteszi. Na, mi ellen sem tud. Nem ismernek ő. Nem baj. Hullahó, hullahó, mesebeli álom, tél a polcusz marát, fújdok áll az ágon. A kis nyúl videreg, megbújik a földön, nem baj, ha hullahó, csak vadász ne jöjjön. Nagyon szép. Ezért anyuka jó érkezik. Köszönjük szépen! Meg hiszem, hogy nem jössz a hullását. De azért egy csomagot alapogott a Mikulásról. Aki zsoltó Mikulás ezt December 14-én Luca buli lesz az Ábrahámhegyi Művelődési Házban. A program keretein belül forradborfőző és pogácsasütő versenyt hirdettek. A forradborfőző versenyre a helyszínen lehet jelentkezni, minimum 5 liter bor saját recept szerinti elkészítésével. A forradbornak 17 órára kell elkészülnie. A pogácsasütő versenyre egy tálca pogácsával lehet nevezni, szintén legkésőbb 17 óráig. Az első 3 helyezett jutalomban részesül. A vendégeket egy tányér vaddisznó pörkölttel is szeretettel várják. A forralt borhoz kerámia bögre vásárolható 500 forintért. Az Ábrahámhegyi Jégmadár Nyugdíjas Klub is fellép egy rövid lucanapi előadással. A forralt bor és pogácsa kóstolás mellett a hangulatról Sánta Géza gondoskodik majd. Szeretettel vár mindenkit Ábrahámhegy önkormányzata. A rendezvény záró akkordja pedig egy jó hangulatú retro diszkó lesz a Művelődési Házban. Köszönjük kedves figyelmüket, találkozunk a jövő héten!